És itt is vagyok a jól beígért smink próbálgatós videóval. Nem mondom, hogy első benyomás, ugyanis saras vagyok a témában. Kipróbáltam előbb egy-két dolgot. Pontosabban, nem hoztam ide a rúst. Kipróbáltam belőle a Chanelnak a rúzsát, és a bronzosítót, és odáig vagyok értük. Lealapoztam már a fejemet, és minden videóban ezt megcsinálom, minden videóban ezt felveszem, és rájövök, hogy tényleg ugyanaz az egész, ugyanazokat a termékeket használom, azért gyorsan végigmegyek rajtuk. A Revlontól használom a Colorstay nevezetű alapozót, a kombinált olajos bőre volt a 240-es medium beige árnyalatban, most így nyáron, ezt is mutattam a videóban. A korrektorom a szemem alá, az a Catrice Liquid Camouflage korrektora, a 005-ös Light Natural árnyalatban, és ezt mind fixálom a MAC Mineralize Skin Finish Natural Light Plus árnyalatával, igen, és ennyi. Tehát, hogy smink alapot nem tettem fel, csak hidratáltam, és fényvédőt sem tettem fel, mert meg úgy sem megyek sehova. Aztán, amiről még szerettem volna beszélni, egy újdonságról, nem újdonság, csak én vettem, de nem érkezett meg a videóra. A Zalandóról rendeltem a Real Techniques-nek egy ilyen ecset szettjét, nem tudom, hogy Travel Essentials a neve, fogalmam sincs. Nem, Everyday Essentials szett a neve. Van benne egy pirosító ecset, van benne egy ilyen Miracle Complexion Sponge, van benne egy satírozó ecset, egy ilyen setting brush, mi a neve, ilyen púder ecset, fixáló ecset, de szerintem ez tök jó lett highlighterre is. És van benne egy ilyen alapozó ecset, ami tök jó lehet a krémes dolgokkal is, tehát bronzosítóval, krémes pirosítóval, stb. Úgyhogy 21 euróért szerintem nagyon-nagyon-nagyon megérte. És én azt mondanám, hogy ha nincs semmiféle ecseted, és most szeretnél venni mondjuk egy jó párat, akkor ez legyen az első, amire beruházol, mert biztos vagyok benne. Jó, nyilván kicsi szemhéjpúderecsetek nincsenek benne, de ilyen alapsminkhez ez tényleg tökéletes, és én nagyon szeretem őket. Nagyon jó minőségűek, nem hullatják a szőrüket, tök jó mosni őket, úgyhogy tényleg szuper. Ráadásul a kedvenc kis szivacsom is ez a narancsárga tőlük. A napernyő az így pont itt áll előttem is. Ad egy ilyen túlságosan szórt fény szerintem, mindegy, azért a lényeget látni fogjátok. Amivel kezdeni fogok, az a szemöldököm, és közelebb jövök, hogy láthassátok, ez az egy, itt kihullott. Tehát itt ez a kis foltos, már nő, tehát láttam, hogy már ilyen apróságok jönnek elő, de ez nagyon zavar engem tényleg, és nem tudom megcsinálni rendesen csak a szemöldök spirállal. Most így rájöttem, hogy megcsináltam az alapozót előre, hogy spóroljak, hogy rövidebb legyen a videó, de így beszélgetni van megint kedvem, és majd ugyanolyan hosszú lesz, mint előtt, tehát, hogy teljesen elértelmetlen nem volt, mindegy. Csak azt szeretném mondani, mielőtt nagyon beleásom magam a szemöldökömbe, hogy köszönöm szépen a nagyon sok kedves üzenetet, mindenki el volt állulva, hogy milyen jó a hajszínem, meg tudom én, hogy így hangosan még jobban tetszik nektek, és köszi szépen. Ami vicces benne az, hogy ez ugyanaz a hajszín, mint mindig, tehát ugyanazzal a festékkel melírozzák, csak éppen én nyáron azt vettem észre, hogy hát elég sokat esz a fene így a napon engem, és azért sárgul a haj. A szőkített haj azért sárgul a nap hatására, és ilyenkor mindig szeretem azt, hogyha nyáron úgy jobban hangvasabb, és így kiegyenlítem vele a dolgokat, ugyanis nyilván ez a hangvasság, ez a nem tudom, hogy mi a neve, tóner, bemosó, tehát, hogy ez csak le van hangvasítva, a festék az ugyanazok a színek vannak a hajamban, és meg is kérdeztem nektek, mert sok üzenetet kapok, hogy mivel festik a hajamat, és hogyan, és Goldwell nevezetű márkával festik a hajam, és kétféle szőke árnyalattal van melírozva a saját hajszínen, meg is kérdeztem, hogy melegebb-e az egyik, mint a másik, de azt mondta a fodrászom, hogy mind a két árnyalat hangvas árnyalat, csak az egyik az egy picikével sötétebb szőke, és így lehet elérni vele ezt az effektet, ezt a hatást, és tényleg nagyon szeretem, mert annyira szépen így beleolvad a saját hajszínembe, hogy így nem is lehet annyira látni, hogy ez így melírozva van. Tényleg köszönöm a sok kedves kommentet és az üzenetet Instagramon, ez a titka az egésznek, úgyhogy
Mint mondtam, nyáron szeretem, ha azért hangosabb, és nyilván én is látom magam, hogy azért nekem ez jól áll. Sokan szoktátok tőlem azt kérdezni privátban is, meg kommentek alatt is, hogy nem szeretném-e megnöveszteni a hajam, meg ilyenek, és erre már egyszer válaszoltam. Nekem nem is tud annyira megnőni a hajam, szeretem is ezt a hosszt. Most úgy látom, hogy egy kicsit nőtt, és én nem bírom azt, amikor cakkos a vége. Tehát, hogy én akárhányszor megyek fodrászhoz, én mindig azt mondom, hogy vágjunk a végéből, mert szerintem sokkal, tehát, hogy nekem sok hajam van, viszont vékony szárú, és az én hajam akkor néz ki dúsnak, akkor néz ki egészségesnek, hogyha nem cakkos a vége, ez így általánosságban is mondható, és tényleg én ezt utálom, hogy én mindig vágatok belőle, mert én ezt szeretem, amikor egészséges. Viszont most sokkal jobb a hajam állapota, mint régen, ezt még annó mondtam is a hajas videómban is. Lehet, hogy az Olaplex kezeléseknek is köszönhető, sőt biztos, meg annak is, hogy tényleg normálisan festik a hajamat, nincs szétégetve az egész, és amit észrevettem az az, hogy sokkal vastagabb a hajam, mint előtte, főleg itt elől, tehát, hogy itt elől nekem mindig ilyen tök rövid volt a hajam, mert szénnél volt itt elől égetve mindig, és most így meg tudott nőni, és így vastag is, tehát, hogy nem csak egy-két szál, hanem tényleg érzem azt, hogy tömegében változott a hajam, és ennek nagyon örülök. Úgyhogy igen, erről akartam beszélni, mert mondjuk a törött lábamról ma nem szeretnék beszélni. De lássunk is hozzá a szemöldökömhöz, és ezt is mutattam, ez a Catrice-nek a Slimmatic Ultra Precise. Itt hagyta a telefonját. Na hát nekem itt most nem fogsz csipogni. Mama. Jó van. Tehát, mint az előző videóban elmondtam, hogyha nem vagy kép, akkor nézd meg, hogy miről beszélek. Nem vagyok annyira vele megelégedve. Egy az, hogy túl sötét, de most ez annyira nem is zavar. Kettő az, hogy túl puha. És nem tudom, hogy azért volt túl puha, mert így 38 fok volt, amikor használtam, vagy hát körülbelül annyi volt, de most meg hűvösebb van, és még mindig úgy érzem, hogy így tök puha. Ezzel töltöm fel most a kis lyukakat a szemöldökömben, de mint mondtam, igen, tudom, hogy túl sötét, viszont a világos színek azok túl melegek voltak, és főleg amikor ilyen hamvas hajad van, és meleg a szemöldök ceruzád, vagy a szemöldök festéked, akkor tényleg annyira elüt a kettő, hogy körülbelül vörösnek néz ki a szemöldököd, azt meg semmiképpen nem szerettem volna. Úgyhogy ezeket a kis lyukakat így most itt feltöltöm. Remélem, hogy fogjátok látni valamennyire. Ami viszont nagyon tetszik benne, ez a kis keféje, ugyanis tök jól el lehet vele dolgozni amúgy ezt a puha festéket, tehát úgymond el lehet vele egy kicsit így csatírozni a szemöldöködön belül, és ez mindenképpen egy plusz pont. Jó, szerintem így messziről annyira nem látjátok, de próbáltam feltölteni a lyukakat. Nem töltöm fel teljesen, mert nem szeretnék ilyen tipikus, ilyen olyan szemöldököt, mint hogyha fogtam volna egy filcet és megrajzoltam volna vele, hanem hagyok azért lyukakat, át fogok menni még a szemöldök zselével is. Meg talán ez azért egy kicsit fixálja is a festéket, remélhetőleg. Nem, mint hogyha annyira fontos lenne itt benne a lakásban, de ja. Szerintem térjünk is rá erre a Chanel szemhéj púderre, teszteljük le. Őt még nem próbáltam ki tényleg, de hát gyönyörűség. Ó, de jó ez a tükör. Na, hogyha a szemhéj púder szar, akkor már tükörért megérte megvenni 21 euróért tényleg, és nem tudom, hogy mit csináljak. Ecseteim felé beadtam a fürdőbe. Na, utálom ezt, hogy be vagyok korlátozva. Jó, visszatértem, de úgy gondolom, hogy ez a haj engem csak zavarni fog, úgyhogy el is tűzöm most egy kicsit. Nézzük is most a palettát, és úgy gondolom, én tudom, hogy nekem amúgy a természetes smink az jobban áll, mint az erős smink, és sokszor úgy vagyok vele, hogy másnak is amúgy, de most beleadok apait, anyait, hogy tényleg kivesézzem ezt az egészet, és minden színt használjak belőle. Kezdjük is először ezzel a highlight árnyalattal, ezzel a legvilágosabbal, ezzel a kis Chanel szivacsal fogom ezt felvinni, úgy gondolom, itt a szemem belső zugába.
Tehát nem tudom, hogy mennyire látszik. Nagyon szép szaténos fénye van, és nem ez a nagyon durva, csillogós, világos highlighter árnyalat. Nekem tényleg nagyon tetszik. Valami hasonlót kerestem, tehát hogy szeretem a csillogósokat is, meg szeretem azt, amikor így kicsit erősebb, de van, amikor így azt érzem, hogy például így a belső szemszögben, hogy így túl sok, vagy túl fehér, vagy túlságosan így csillogó. És tényleg ez az a fok, ami így természetesen kiemeli ezt a területet. Aztán jöjjön ez a bronzos árnyalat, amit nem is tudom, először a mélyítő vonalamba fogok tenni. Ez azért vigyázni kell, mert elég sötét, viszont nagyon szépen pigmentált tényleg. Úgyhogy mindjárt el is dolgozom. Na de nem tudom, hogy mennyire látjátok, lehoztam ezt a bronzos árnyalatot a szemhéjamra is, de még csak satírozó ecsettel, tehát hogy nem erősen, de már most látom, hogy milyen szép, ilyen gyönyörű szaténos fénye van. Úgyhogy eddig tök jó. Lehet, hogy meg fogom erősíteni egy kicsit erősebb ecsette is, mondjuk ezzel. Tehát visszamegyek még ezzel a bronzos árnyalattal a szemhéjamra. Azért nyilván látható a különbség, hogy milyen az, amikor egy ilyen erősebb ecsettel, egy keményebb ecsettel viszed fel, és milyen az, amikor satírozó ecsettel, de például ez hétköznapra szerintem gyönyörű, és írtó gyorsan meg is van, és hát ilyen a színe. Nem tudom, hogy hova rakjam ezt a pirosas árnyalatot. Lehet, hogy először inkább ezt a feketéset fogom használni így a szemem sarkába, és akkor utána majd eldöntöm. Így nézünk ki eddig, kicsit ezt a feketés, szürkés, metálos árnyalatot így bedolgoztam a külső szemzugomba, de nem akartam tényleg túlzásba esni, nem akartam maradni ezeknél a melegebb árnyalatoknál, de azért adott, kicsit így definiálta a szememet. Azon gondolkodom, hogy én ezt a pirosat, ezt így középre fogom felvinni, vagy nem is tudom. Fogalmam sincs. Próbáljuk ki. Nyilván azért ezekkel a pirosos árnyalatokkal vigyázni kell, mert nem szeretnék magamnak egy ilyen szemfertőzést vagy árpát sminkelni. Felvittem a pirosat, és mint látjátok, nem satíroztam el még, ugyanis az a tervem, hogy össze fogom dolgozni még egy kis ilyen bronzos, barnás árnyalattal, hogy az egész az így összeolvadjon, és ne legyen olyan nagyon durván feltűnő. Nagy, miért kell üvöltözni? Sajnos a szomszédunk hát nagyon öreg, és nem hall olyan jól, és a párjával ő egyfolytában így kiabálnak, vagy hát nyilván meghallják egymást, vagy nem tudom, úgyhogy bocsi, most ezt így végig fogjátok ti is hallgatni, mert most mennek általában, így 10-kor szoktak kiülni reggelizni a teraszra, hát ja, azért ráérnek. Összedolgoztam a pirosat ezzel a bronzos árnyalattal, és szerintem nagyon szép lett, tehát hogy a kettő kombinációja szerintem szuper, és mint mondtam, nem akartam olyan nagyon erősre csinálni, bár szerintem még így a pilla tövemhez fogok rakni ilyen feketét, hogy kicsit kiemeljem azt. Alulra pedig ilyen bronzos árnyalatot fogok tenni szerintem, és lehet egy kis pirosat is keverek bele. Így néz ki, és remélem, hogy azért valamennyire látjátok, és remélem, hogy szimmetrikus lett. 54 eurót nem adnék ki ezért, meg kell, hogy mondjam őszintén, ezért a Chanel palettáért, mert olcsóbb termékek közül, olcsóbb márkák közül is lehet szerintem ilyen szaténos fényű cuccokat találni. Bár nagyon meg vagyok elégedve tényleg a szemhéjfestékekkel. Olyan, mint a vaj igazából, nagyon pigmentált, de mint mondtam, satírozó ecsettel nagyon szépen így el lehet dolgozni, nem foltos, és könnyű elsatírozni, tehát hogy szépen el lehet satírozni,
És nagyon jó amúgy ez az ecset is, ez a Real Techniques-es ecset. Tehát, hogy nem kérdés, gyönyörű a csomagolása, gyönyörűek a színek, jó minőségű, nem potyog le, jól lehet eldolgozni, van egy szép tükör benne, és hát tényleg ez egy Chanel cucc. Úgyhogy ennyit megért, és elégedett vagyok. De folytatom még a szemem, ugyanis én azért ki fogom húzni a vízvonalamat ezzel a bézs testszínű szemceruzával. Manapság mindig ezt csinálom, és tudom, hogy ez egy füstös szem, de nem szeretném, hogyha így összehúzná a szememet, úgyhogy ezért szeretem ezt a kis trükköt alkalmazni. Most így nekem ezt így nagyon nehéz megcsinálni. Be is fejezem most a szemem, és próbáljuk is ki a Tom Fordnak a szempilla spirálját. Ez a Tom Ford Extreme Badass szempilla spirál, vagy mi? Volume Sensational. Nem tudom, hogy hány neve van, vagy így, hogy gondolták, mindegy. Azért most figyelnem kell, mert mikor új szempilla spirált használok, akkor hajlamos vagyok összekenni az egész szemhéjamat vele. Azt meg most annyira nem szeretném. Ez az első réteg most szép fekete, tényleg nem rossz, de simán veri a Lovely's szempilla spirál, jelenleg most azt mondanám, meg az Yves Saint Laurent is, amit használok. Alapjáton nekem nincsenek amúgy sem nagyon rövid szempilláim, igazából szőkék, azért nem látni őket, de hát elájulva nem vagyok tőle. Mondjuk a feje az nem rossz tényleg, kicsit azért megbögtem vele a szemem, de nem tudok rá rosszat mondani, mert összekenni nem kentem össze vele magam. Megnézzük, hogy mennyire lehet építeni. Jó, lehet építeni, tehát, hogy nem szárad rá azonnal a szempillákra. És igen, viszonylag szépen lehet építeni egészen mostanáig, mert most akkor így elkezd így nagyon durván bepóklábasodni. Tehát, hogy figyelni kell rá azért. Nagyon durván nem lehet építeni, mert nevetségesen fog kinézni. Most ez az állapot, ami még úgy oké, elmegy, tehát hogy látjátok, hogy jóval vastagabbak lettek a pilláim tőle most így a második rétegnél, de nem mindig szeretem ezt a hatást. Tehát én azt szeretem, amikor így íveltek, és nem annyira vastagon vannak bevonva a szempilla spirállal. Nem rossz, mondom, de fogalmam sincs, hogy mennyibe kerül, de biztos vagyok benne, hogy nem éri meg az árát, mert tényleg vannak nagyon hasonló jó szempilla spirálok a piacon is, még jobbak is töredék áron. Hát ízlések és pofonok, nekem például ezen a jobb szememen nagyon hülyén néz ki, nagyon vastag lett, vagy nem tudom. Én nem szeretem tényleg ezeket a nagyon vaskos pillákat, és volument ad neki, ez igaz, hosszúságot annyira nem, úgyhogy nem vagyok tőle elájulva, de hát egynek elmegy. De mindegy, ingyen volt, és térjünk is rá a kedvencemre méghozzá. Erre a Chanel bronzosítóra. Amit, mint mondtam, azt hiszem, hogy mondtam a videó elején, hogy nem bírtam ki, és használtam. És imádom, már most imádom tényleg, ugyanis annyira gyönyörű színe van, annyira természetes, hogy tényleg ilyen napsütötte színe lesz tőle a bőrödnek, és nem tudom, mennyire látjátok azért, mit csináltok? Hozzám képest ez a bronzosító nem sötét, de pont ilyet kerestem, ugyanis szerintem a púder bronzosítókkal, a sötétebbekkel én nagyon durván túlzásba tudok esni, és a végén nem tetszik a végeredmény. Ez az a fajta, amit nagyon könnyen, nagyon szépen lehet építeni, egészen a minimális színtől a jó bronzos színig. Az ecset, amit használok hozzá, ezt is mutattam az előző videóban, ez a kis ilyen kompakt hordozható kabuki ecset, de nem tudom, hogy most kipróbáljam azzal. Nem, ezt fogom hozzá használni, ezt használtam először is, és megforgatom így benne.
És annyira reménykedem, hogy kamerán keresztül átjön ez a gyönyörű természetes színe, tehát ezt az arcfelemet csináltam most meg vele. És tényleg gyönyörű. Remélem, hogy nem tűnik itt narancssárgának, mert hajlamos a kamerám narancssárgának mutatni a bronzos dolgokat, de ide nem tettem semmit, és itt van ez a gyönyörű bronzosító, ami tényleg gyönyörű, és alapjáraton ad egy ilyen üde fényt a bőrnek, de nem ragad. Tehát, hogy tök érdekes, mert ahogy dolgozod el, úgy nem azt mondom, hogy bepúderesedik, hanem úgy kicsit úgy megköt, vagy nem is tudom. Hogyha látjátok, hogy itt full fehér a fülem, az azért van, mert még nem akartam a piercingemre kenni semmiféle alapozót, úgyhogy azzal még vigyázok. És megpróbálom úgy csinálni, hogy lássátok, hogy milyen gyönyörű színe van tényleg, hogy ilyen üde barnaságot kölcsönöz, vagy nem is tudom. Amit még ezelőtt, a Chanel előtt ki szerettem volna próbálni, az a Benefitnek a Hulla nevezetű bronzere, viszont ahogy így néztem, voltunk Pándorban, és így leteszteltem, így úgy láttam, hogy ez egy ilyen full meleg szín, tehát, hogy például nem tudom, hogy így fehér bőrűeknek az így passzolhat-e az a szín. Szerintem nagyon ilyen narancssárgásnak tűnik, nagyon melegnek tűnik, nagyon mesterkérdnek tűnt, legalábbis ahogy én így leteszteltem a kezemen. Úgyhogy örülök, hogy végül is emellett döntöttem, mert tényleg ez annyira gyönyörű, és ad még egy ilyen fényt a bőrödnek, viszont ha megfogom, egyáltalán nem tapad rá a kezem. Úgyhogy mondom, ez egy szerelem termék számomra. Azért egy kis pirosítót fogok tenni a szokásos Catrice-es Luminize pirosítómat fogom használni szerintem. Nem is tudom, hogy highlighter tegyek-e. Lehet egy nagyon picit fogok rakni. Nem rakok highlightert, és nem csinálok kontúrt sem, hanem térjünk is a lényegre, és koronázzuk meg a sminkemet ezzel a Guerlain Puder gyöngyöcskével. Írtátok többen, hogy milyen jó illata van, és azt szeretitek a legjobban, ilyen nagyon jó illata van. Aztán írta valaki, hogy öregasszony illata van, nem tudom. Nekem igazából ez így nagyon tetszik, ez ilyen pénzes öregasszony illat, tudjátok. Úgyhogy nem vagyok ellene. Még egyszer megmutatom, így néznek ki, és az új ecsettel fogom szerintem ezt felvinni. Ezzel a Real Techniques 402-es, ez szerintem ilyen, ez a highlighter ecset, de nem vagyok benne biztos. Azt hiszem, hogy kicsit nagyobb ecsetre fogok áttérni, mert ez túl apró, és így át fog gurigázni az egész fejemen. Nagyon durva, hogy így púder, de így a púderes hatást így eltünteti, vagy nem is tudom. Tényleg olyan, mintha valami filter lenne a fejemen. És amikor először így belemártottam az ecsetet, és így rákentem a fejemre, mondom, ú, baszki, mondom, ez lehet, hogy pénzkidobás volt, mert hogy így nem látszik. De most nézem, hogy lehet, hogy nem fogjátok látni, de így a tükörben nagyon szép fénye lett a bőrömnek, és úgy összeolvad az egész, így összeolvadnak a színek, és nem tudom, hogy fejezzem ki. Valószínűleg amúgy az Hourglass-nak a púdere is valami hasonló lehet, és az is most rajta van a kívánság listámon, mert tényleg ez annyira gyönyörű, hogy hihetetlen. Hogyha fordítom a fejem, akkor azt látom, hogy nincs kimondott highlighterem, ami kiveri a szemedet, hanem az egész arcom így kicsit olyan üdén fénylik, és ez most nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Júj! És ugye a videó elején mondtam, hogy a Chanel rúst azt használtam, és imádom, tényleg annyira krémes, olyan, mintha nem lenne rajta semmi. Valamelyik videóban mondjuk a következőben tesztelni fogom, vagy azt fogom viselni, hogy lássátok, hogy milyen, de most tényleg nem szeretnék felállni. Úgyhogy most Tom Ford rúzsát fogom felkenni, méghozzá ezt a 04-es Indian Rose árnyalatot, és meglátjuk, hogy milyen. Lehet, hogy nem fogom úgy passzolni a sminkhez, de most így kit érdekel. Fogok most is szájceruzát használni azért, az Essence-től a 08-as Big Proposal-t,
de figyelek arra, hogy tényleg csak a kontúrt húzzam meg vele, nem fogom besatírozni, tehát hogy lássuk a rúzsnak a valódi árnyalatát, de mindenképpen szeretnék szájceruzát használni. És nem tudom, hogy ti most azt látjátok, hogy full narancssárga a fejem, nagyon csalódott leszek amúgy. Meg is van az ajkam körvonal, és láthatjátok, hogy mennyire jó ez a szájceruza amúgy színügyileg, tehát hogy tényleg szinte olyan, mint a saját szájszínem, úgyhogy ha neked is valami hasonló van, akkor ajánlom ezt tényleg. Nagyon remélem, hogy ez most jó lesz tényleg. Maga a rúzsállaga nagyon szuper, nagyon krémes. Azért én úgy gondolom, hogy érdemes szájceruzát használni mellé a biztonság kedvéért, de szép, nagyon szép színe van, és nagyon szép fénye van, és nagyon jól fed tényleg, úgyhogy eddig meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy igen, meg is vagyunk, így néz ki a kés smink, remélem, hogy jól lehet majd látni. Tudom, hogy nem illik össze, a videónak nem az volt a lényege, hogy úgymond szép sminket csináljak, hanem az volt a lényege, hogy kipróbáljak mindent, amit vettem, attól függetlenül, hogy összeillik-e vagy sem. Nagyon remélem, hogy a videó visszaadja a valódi állapotot. Minden esetre most fogok csinálni egy képet így természetes fényben, és hogyha úgy látom, hogy narancssárgának tűnök, akkor ide be fogom illeszteni. A két kedvencem amúgy egyértelműen a Chanelnak a bronzosítója és a Guerlainnek ezek a kis púder gyöngyei, ugyanis én nem gondoltam volna, hogy ilyen hatást lehet vele elérni. Lehet, hogy ti így a videón keresztül nem látjátok, de tényleg olyan, mint hogy egy ilyen effekt lenne az arcomon, és gyönyörű fényt ad, egy üde fényt ad a bőrnek, és szerintem ez egy olyan dolog, amit így nehéz megfogalmazni, így nehéz leírni, hogy milyen. De hogyha most nem lenne rajta a sminkemen, most már azt mondanám, hogy hiányozna ez a részlet a sminkből, úgyhogy nem hülyeség és nem pénzkidobás, úgy gondolnám, még akkor is, hogyha először úgy tűnik, hogy úristen, nem is látszik a bőrödön, úgyhogy óriási nagy kedvencem lett ez már most, és hát a bronzosító az isteni. Úgyhogy igen, srácok, ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett és élveztétek, és hogy valamennyire hasznos volt tényleg, hogy teszteltem ezeket a termékeket. Minden esetre, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!